Patkolták a lovakat, kiegyenlítették a pályát, majd a versenyzők mérték fel a terepet Cegléden. Így készültek a szervezők és a résztvevők a Nemzeti Vágta előfutamára vasárnap. Ez a környező településeknek egy versenye. Itt mindig izgalmas, hogy ki győz, és a rivalizálás is egy nagyon fontos dolog. A házigazda Cegléd mellett 16 település képviseltette magát a versenyen. Elsőként a gyerekek álltak rajthoz. A kis huszár vágtában 2,5 kört kellett megtenni. Újfehértó az élemben le tud csukni, Újfehértó vezet! Újfehértó végül megnyerte a futamot! A kishuszár vágtán végül Újfehértó, Csétény és Hemmel németi versenyzője nyert, így ők biztosan ott lesznek a budapesti Nemzeti Vágtán szeptemberben. Start ebben a pillanatban elindult. Az ifjak után jöttek a felnőttek, Szabó Levente 9 éves, Bob Herceg Bruno nevű lovával vágott neki a köröknek. A versenyző tavaly bejutott az országos döntőbe, így idén is nagy esélyesként nevezett. Remélem megnyerem, és úgy érzem, hogy nagyon jó most a lovam, sőt, még a tavalyinál sokkal jobb. Nem csak a résztvevők izgultak a pályán, hanem a látogatók is a pálya mellett. Több százan szurkoltak a versenyzőknek Cegléden. Kimondottan a kislányunk véget jöttünk el, mert ő nagyon szeret lovagolni, és már most is lovagolt a bóni lovakon. Itt már tette jó nagy kört. Volt, aki először látott életében lóversenyt. Még nem voltam soha, ez az első ilyen élményem. Lassan-lassan ráfordulnak a befutó egyenesre, fönt a célbíró zászlaja, és ebben a az országos döntőbe végül a felnőttek közül 4-en jutottak tovább. A ceglédi versenyző mellett az Új Szilvást képviselő Szabó Leventének idén is sikerült a legjobb helyet megszereznie. Mellette a Helvéciát képviselő Nagy Krisztofer, valamint a jakabszállási színekben induló Mellár Péter is ott lesz a Nemzeti Vágtán, melyet a fővárosban a Hősök terén rendeznek szeptember 14 és 16-a között.